Szigetvári Viktor a vendégünk, az Együtt képviseletében érkezett hozzánk, és hát ennek jegyében lesznek majd kérdésem az Együtt jövendőbeli életéről, de kezdjük mással előbb még, jó? A jövendőbeli életéről is, meg a múltjáról is nagyon szívesen, és másról is. Hát a múltja aztán nem most éppen annyira, nem annyira izgalmas, ahogy ez egy emlékiratban. Mészáros Lőrinc ügyében szólalt meg. Ugye Mészáros Lőrinc kapott 6,2 milliárd forintot munkahelyteremtési támogatás céljából, ami egy nagyon dicséretes dolog. Azt gondolom, hogy pont neki van a legkevésbé szüksége rá, hogy ilyen támogatást kapjon, akar teremt munkahelyet eleget, hiszen nyer elég pályázatot. Gondolom én, de lehet, hogy nem látom jól. Hát nekünk az a legnagyobb bajunk, hogy egy teljesen átláthatatlan folyamat részeként, egyébként már több mint másfél-két évtizede dőlnek el a munkahelyteremtési pályázatok. Ugye ezek nem a hagyományos uniós pénzekből kifizetett támogatások, mert talán az unió sem engedi az átláthatatlanságot. Itt egy úgynevezett egyedi kormánydöntésnek a listája került tegnap nyilvánosságra. Több mint 35 milliárd forintot költött 2017-ben a mostani kormány munkahelyteremtésre egyedi döntéssel, és ebben valóban nem a Bosch, nem más német vagy magyar tulajdonú multinacionális vállalatoknak beszállító cégek vannak elől, hanem minő meglepetés, a kiszámoltuk, 11 naponta egy-egy újabb céget az elmúlt évben felvásárló Mészáros Lőrinc kapott valóban 6,2 milliárd forintot. Egyébként, hogyha megnézzük, hogy a többi munkahelyteremtő beruházásra egy munkahelyre mennyi pénz jut, akkor ebben is elég elől végez Mészáros Lőrinc. Ez a pénz neki nem jár, még akkor sem, ha biztosan szükség van keményítő üzemre Visontán, és ebben semmi gúny nincsen, neki egy mezőgazdasági vállalkozását támogatták. Csak én azt gondolom, hogy ezt a tévéműsort is nézik rengetegen olyan kis- és középvállalkozók, akár multinacionális termelési láncokba, tehát a nyugati piacra vagy keletre exportáló cégek vezetői, akinek esélyük nem volt ennyi pénzt kapni. Ez az egy darab keményítő üzem kapott 6,5 milliárdot? Hát egy keményítő beruházás, ez egy olyan mezőgazdasági cég, amely most 250 embernek a foglalkoztatását vállalt, ami most az Együttben megpróbáljuk kigigényelni, szerintem ebből per lesz kiperelni az összes ilyen szerződést, mert tudni akarjuk, hogy mennyi idő alatt milyen feltételekkel vállalta ezt. Ebben az Együtt egyébként más gondol, mint esetleg más pártok. Vannak olyan pártok Magyarországon, akik azt mondják, hogy a multiknak ne adjunk pénzt ilyen típusú célokra. Mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon a multinacionális vállalatok, hogyha tiszteletben tartják a szakszervezeteket, hogyha nem munkaerőkölcsönzésen keresztül zsákmányolják ki a munkavállalóikat, és nem hetente rúgják ki őket, hogy utána újra visszavegyék, akkor sok jó dolgot tesznek ebben az országban. Fontos, hogy Magyarország integrálódjon a nemzetközi termelési láncokba, hogy ebben Mészáros Lőrinc persze hogyan illik bele a termelési láncokkal együtt, az persze nem tudom. Nem tudom, miért, hogy az ország legmenőbb vállalkozója. Tehát kétség nem fér hozzá, az ember, aki mondta az előbb, 11 naponta vesz egy új céget, állítólag az első fél évben 60 milliárddal növelte a vagyonát. Hát egy ilyen embernek önteni kell a pénzt, mert arany lesz minden a kezében. Hát sajnos ezen én már nem tudok viccelődni, mert rengeteg olyan vállalkozásról tudok én személyesen is, ezt sajnos bizottság előtt nyilván nem mindegyiket tudnám bizonyítani, akikhez hát oda mentek, hogy hát adnád már el a céged ennyiért, egy hét múlva visszamennek, akkor már csak kétharmad annyiért. Azért emögött sajnos ott vannak azok a maffia képletek, amelyekben kiszedik ezeket a cégeket. Ez a tipikus beszélgetés, hogy a végén adod majd ingyen is? Hát azt nem tudom, hogy ingyen is, de hát sajnos történt. De van olyan, amit tudna bizonyítani? Azt mondja, hogy nem tudna mindegyiket bizonyítani. Van ezek között olyan, amit tudna? Anélkül, hogy megneveznék, én tudok egy olyan nagy ásványvízgyártó cégről, amely Magyarországon komoly piaci sikereket ért el, akinek a tulajdonos egyébként még nem is vádolható baloldali vagy liberális elfogultsággal, akit megpróbáltak megszólítani Lezsák Sándornak a ismerősei, ebből ki lehet találni, hogy melyik vízcégről van szó természetesen, hogy hát ezt adná már el legalább a felét a cégnek, és ez a vállalkozó, aki komoly sikereket ért el a maga piacán, ő inkább úgy döntött, hogy egy olasz tulajdonú cégnek adja, mert ezt az üzletet el kellett utasítania természetesen. És ezt csak arra mondtam önnek példaként, hogy a tőzsdei előre nyomulása a Mészáros Lőrinchez köthető zárt végű alapoknak, amelyekben egyébként az Együtt az első párt, amely törvénymódosító javaslatot nyújt be, hogy át lehessen látni a tulajdont, mert a Fidesz létrehozott egy belső magyarországi offshore céget, hogyha ön esetleg gazdag ember is nyílt végű zárt alapot kívánna létrehozni, akkor ma Magyarországon teljes mértékben el tudná rejteni a teljes magánvagyonát. Ez sem három éve nem volt így, sem másutt az Európai Unióban nincs így. Egy olyan gazdagodó emberről van szó, aki elrejti a vagyonát, és közben olyan cégeket hoz létre, amelyeket államilag is támogatnak. Ezt a pénzt ezt nyilván előbb-utóbb vissza kell tőle perelni. Kérdem a véleményét, ha már így elmélyedünk Mészáros Lőrinc lehetőségeiben, meg vagyonában. Magyar Bálint mondta itt azt egy héttel ezelőtt, hogy Mészáros Lőrinc, mint vállalkozó, gyakorlatilag nem létezik. Amit Mészáros Lőrincnek látunk, az ő véleménye szerint az azonos Orbán Viktorral. Ön is így gondolja? Én vele egyetértek, és én azt is gondolom, hogy
Néhány nappal ezelőtt megnéztem Warren Buffettnek, akinek a nevét nem biztos, hogy minden néző ismeri, de a világ egyik leggazdagabb embere, a Berkshire Hathaway-nek a meghatározó tulajdonos, aki néhány tízezer dollárból lett a világ egyik leggazdagabb, talán harmadik, negyedik leggazdagabb embere. Ő is egy olyan konglomerátumot lát át, amelyben van 40-50 cég, de neki erre van apparátusa, és ezt 60 év alatt, 50 év alatt építette fel. Én csak és kizárólag ő hozzá tudnám hasonlítani, a világ legjobb vállalkozója azt, amit Mészáros Lőrinc tesz. Ami nekem valójában erről információm az, az, hogy vannak neki emberei, ezt az üzletágat irányítja, döntően azért nyilván Orbán Viktor segedelmével, a média portfóliót egy másik vezető, ugye Liszkai nevű volt magyar nemzet tulajdonos és vezető irányítja. Ebben Mészáros Lőrinc egy ekkora vagyont már nem lát át, amely a energetikai cégek... Jó, de ebből nem következik, hogy Orbánnak köze van valóban. Ténylegesen az, azon kívül, hogy segíti, támogatja adott esetben. Tehát az, hogy vannak emberei, hát az normális. Valóban ennyit nem lehet átlátni egyedül. Egyrészt engedjem meg, hogy most nagyon csúnyát mondjak, és bántóan csúnyát, hogy ezt majd az dönti el, amikor majd ezt a vagyont örökölni kell. Hogyha majd Mészáros Lőrinc lánya és unokája fogja ezt a vagyont örökölni, akkor 50 év múlva én megadom önnek ezt a dolgot, és fogadhatunk egy pohár pezsgőben. Ha netán majd az lesz, hogy ezek a nyílt végi alapok és a teljesen szürreális módon papírra kinyomtatható befektetési jegyek, tehát befektetési nyelven nem dematerializált befektetési jegyek, ezek kelnek ide-oda, ügyvédeknél letétben vannak. Én azért valójában azt gondolom, és ebben Magyar Bálinttal egyet kell, hogy értsek, hogy ez a vagyon, ez Orbán Viktor segedelmével, az Orbán kormány egyértelmű döntésével jött létre. A legszörnyűbb részének, a vállalkozási részén túlmenően a médiapiacnak a letarolását és a magyar döntően vidéki sajtószabadságnak a korlátozását. Logikusan következik ebből a kérdésekben, és mi van akkor, ha lesz egy kormányváltás? Ugye van, ami van, tulajdon, ami tulajdon. Megszerezte. Nem, én nem ezt gondolom. Én abban elég határozottan más állásponton vagyok liberális demokrataként, mert ugye előző beszélgetésre is utalva, itt Magyarországon egy orosz mintára épülő illiberális rezsim épült ki, és szerintem mi, liberális demokraták nem lehetünk naívak egy ilyen rezsim kedvezményezettjeivel szemben. Semmilyen módon nincs szükség arra, mert az az országot a polgárosodásban az elmúlt 100 évben legalább 2-3-szor visszavetette, amikor hol a zsidókkal szemben, hol a kulákokkal szemben, hol a svábokkal szemben, hol egyszerűen csak a belső ellenséggel szemben, akár vagyonelkobzással jártak el 100 000-ekkel, milliókkal szemben. Egyet viszont lehet tudni, két kezemben meg tudom számolni azon embereknek a számát, akik döntően az Orbánhoz köthető vagyont tulajdonolják. Az együtt szeptember 16-án mutatja be a választási programját, újszerű, meglepő formában. Biztos vagyok benne, hogy abban az lesz, hogy államosítani kell ezt a vagyont kárpótlás nélkül. Lesz önálló, vagy van értelme önálló választási programot írniuk, miközben az egyik élvonalbeli politikusú Komáromi Zoltán Botka László oldalán jelenik meg, és Nyakó István azt mondja egy órával ezelőtt, hogy hát ő lenne az MSZP egészségügyi minisztere. Én büszke vagyok arra, hogy az Együttnek van olyan politikusa, ugye Zoli az Együtt nevében 12. önkormányzati képviselő, ráadásul az én egyik helyettesem, ugye a párt választmányát vezetem már, bocsánat, hogy ilyen politbürósan fogalmazok, és a Zoli az egyik helyettes, részt vett a programalkotásunkban is. Az Együtt programja és a Magyar Szocialista Párt programja akár környezetvédelemben, akár a piacgazdaság megítélésében, akár a szabadságjogokban szerintem érdemi pontokon eltér a Magyar Szocialista Párt programjától, vagy például a nyugdíjpolitikában, mert inkább a jövő generációkra figyelünk, még a Szocialista Párt teljesen érthető okokból inkább a most nyugdíjba levőkre. Ebben biztos lenne közöttünk vita is, a közös kormányt kellene alakítani, de most nem itt vagyunk. Azt a felkérést kapta Komáromi Zoltán barátom a Botka Lászlótól, hogy működjön közben a programírásban. Teljesen formális árnyékkormány talán nem fog alakulni, de ez az Együttnek semmilyen módon nem problémás kérdés, mert hogy én büszke vagyok rá, és én azt gondolom, hogy így kell együttműködni. Csak jön a kombináció, tudja, mint hogy Karácsony Gergely odament Szegedre, bejelentette, hogy ő nem lesz miniszterelnök jelölt Botka Lászlóval szemben, őt fogja támogatni. Ezzel sokan azt mondják, hogy a Párbeszéddel is vesztette azt a fajta önállóságát, hogy egyedül képzelje el magát a választások irányába, beállt az MSZP mögé. Az Együttnél ugyanezt látják sokan most. Én azt látom, hogy a választópolgárok azt várják el tőlem, azt várják el tőlünk, mindannyiunktól, a Momentumtól és az LMP-től is, hogy jobb együttműködést kössünk 2018-ban, mint ahogy ez 2014-ben sikerült. Az Együtt szerintem ennek az útját járja, azzal, hogy mi javaslatot tettünk, hogy az újabb pártok önálló listát állítsanak, és a régebbi pártok meg máshogy működjenek együtt. A legfontosabb az egyéni választókereti együttműködése, ahol, hogyha a Fidesz-szel meg a Jobbikkal szemben az ország meghatározó részén egy-egy jelölt megy szembe, akkor a Fidesznek nem hogy a kétharmada akadályozható meg, hanem nem fog Orbán Viktor kormányt alakítani 2018 tavaszán, és szerintem ez a cél. Abban, hogy az Együttnek egy politikusa segít Botka Lászlónak, az a stratégiai kérdés, amelyben valóban van vita
közöttünk, már nem ön és én közöttem, hanem Botka László és az együtt között, ön is erre utal, hogy mi nem ugyanazt a fajta együttműködést képzeljük el, mert 2014-ben kudarchoz vezetett, az szerintem egy fennálló vita, ezt viszont nem a nyilvánosság előtt kell lefolytatni. Én, amikor a 15. kerületben életem első egyéni jelöltségére készülök, a választók azt mondják, hogy Szigetváron csináljanak bármit, csak működjenek együtt, és amikor elmondom, hogy vannak olyan választók, mondjuk az Együtt támogatói, szerintem az LMP támogatói, szerintem a Momentum támogatói, vagy a Párbeszéd támogatói, akik sok dologban egyetértenek a rendszerváltást érintően, még akár értékeik is közösek részben, akár az MSZP-vel, vagy a DK-val, de nem gondolják, hogy egy közös listára leszavaznának, de szavaznának egy-egy egyéni előtre. Én mindig elmondom, és nem akarok senkit rossz helyzetbe hozni, akár Varga László nevű szocialista politikust Miskolcon, akár Kunhalmi Ágnest, akár a DK-ból Gréci Zsoltot, és az Együttben Baranyi Krisztinát, Vajda Zoltánt, és most ne soroljak fel másokat, szerintem ez a kulcs. Jó együttműködést kell kötni. Én lennék a legbutább politikus, hogyha azon elkezdenék megsértődni, hogy egyik tehetséges, a szakmában és a magyar politikai elitben a jobb oldaltól a bal oldalig egyaránt elfogadó politikusunk egészségügyi témában segít. Mondja, a 15. kerületet az a pletyka megvan, ugye, hogy Gyurcsány Ferenc is lehet, hogy ott méretné meg magát egyéniben. Hallottam ezt a pletykát, amit egyébként legutoljára maga Gréci Zsolt, a DK szóvivője és politikusa cáfolt. Ugye a 15. kerületben egyet kell tudni, hogyha Hajdú László polgármester úr úgy dönt, hogy elindul, akkor az ő javára még én is büszkén visszalépek, mert ő az a politikus, aki szerintem pártok felett tudja azt a keletet egyesíteni, csak neki van dolga polgármesterként is. Minden más esetben szerintem minimum vagyok olyan jó jelölt, mint mások, mert ott rengeteg olyan választó van, aki nem biztos, hogy Gyurcsány Ferenc szavazza. Lehet, hogy kalandos körzet lesz, az majd meglátjuk. Köszönöm. Sok ilyen lesz. Köszönöm szépen.